Szívrohammal küzdő beteghez sietnek a székesfehérvári mentők. Ezek a felvételek ugyan néhány hónappal ezelőtt készültek, az elmúlt héten azonban sok hasonló esetnél kellett helytállniuk az egyenruhásoknak. A hőség miatt ugyanis jelentősen megemelkedett a mentőszolgálat riasztásainak száma. Megnőtt a kivonulásaink száma. A székesfehérvári állomás vezető mentőtisztje szerint legtöbbször idős emberek ellátásához kértek segítséget, de mint Takács Márk mondja, egyre többször viseli meg a fiatalok szervezetét is a kánikula. Sajnos az utóbbi 3-4 napban megnőtt az eseteink, a kivonulásaink száma, főleg idős szívérrendszeri megbetegedésben szenvedő embereket hoztunk be a kórházba, de a nagy meleg már érezteti a hatását a fiatalabb korosztályból is, egyre többen lesznek rosszul. A város útjain ez idáig nem okozott komolyabb fennakadást a forróság. Nagy hőségre tekintettel. A megyei rendőrség szóvivője azt mondja, nem emelkedett meg a karambolók száma, sőt az előző évek hasonló időszakához képest a statisztika csökkenő baleseti tendenciát mutat. Nem nőtt meg a baleseteknek a száma az elmúlt napokban, sőt, hogyha összevetjük az idei augusztusi adatokat a tavalyiakkal, akkor még csökkenés is mutatkozik. A mai napon egyébként Székesfehérvári rendőrkapitányság illetékességi területéről egyetlen egy balesetről érkezett bejelentés a központi ügyeletre, és ez is csak anyagi káros volt. A főkapitányság egyenruhásai a hőségben, parkolókban is járőröznek. Ha az autókban házi állatot vagy gyermeket, esetleg idős szemét látnak, a társhatóságokkal közösen azonnal intézkednek. A kéklámpások emellett a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítanak az esetleges torlódások felszámolására.